judaizmust, vagyis a zsidó vallást, a kereszténységet és az iszlámot szokás ábrahámi vallásoknak is nevezni, ugyanis ezek szent könyveiben Ábrahám ősatyaként, a vallás alapítójaként jelenik meg. Még a népek kialakulása előtt kötött szövetséget Istennel, amely szerint Ábrahám és népe egyedül őt fogadja el, cserébe megkapja az ígéret földjét, a Kánaánt, és a nemzedékét is megsokasítja. Nem csak közös eredetük, de a teológiai hasonlóságaik miatt sorolják a judaizmust, a kereszténységet és az iszlámot egy csoportba. Az ábrahámi vallások világnézete szerint az emberiség története a teremtéssel Isten akaratából indult el, és szükségszerűen el kell jönni a világ végének is. Az ember a teremtett világban megkülönböztetett helyet foglal el, sorsa egyszerű és megismételhetetlen. A világ vége előtt, az utolsó ítélet napján a holtak majd feltámadnak, és ekkor az életük jó vagy rossz cselekedetei alapján Isten megítéli az embereket. A vallások közös vonása még az a hit, hogy a gonoszság végső legyőzésével a jók örökké fognak élni. A zsidó nép az ókori közelkeleten vált egységes közösségé a Krisztus előtt második évezredben, amiben nagy szerepe volt a vallásuknak. A zsidó vallás egyik nagy alakja Mózes, aki a népet kivezett az egyiptomi fogságból az ígéret földje felé. Mózes szellemi és vallási vezetőként egyesítette a 12 zsidó törzset, és vallási szabályokat fogalmazott meg. Ezek közül a legfontosabb a szigorú egyistenhit, vagyis a monoteizmus. A zsidók istenüket Jahve vagy Elohim névvel illették, és úgy tartották, hogy a vele kötött szövetséggel a népük nagy dolgokra hivatott, kiválasztott. A történelmi tények erre annyiban cáfoltak rá, hogy bár hosszú harcok után sikerült Izrael néven önálló zsidó államot létrehozniuk Palesztinában, ez rövid életűnek bizonyult. A Krisztus előtt 11. században alapított zsidó királyság Dávid és Salamon uralkodása alatt élte fénykorát. Az állam fővárosa és vallási központja Jeruzsálem volt, ahol megépült az első templom. Salamon halála után a zsidó állam két részre szakadt, majd a hódító birodalmak áldozatává lett. A kegyetlenségéről hírheté vált Asszíria, és az új babiloni birodalom is elfoglalta a területet, az uralkodók pedig a lakosságot egyszerűen áttelepítették. A Krisztus előtt 6. században felemelkedő óperzsa birodalom véget vetett a zsidók babiloni fogságának. A perzsa királyok toleráns módon viszonyultak a vallási kisebbségekhez, ezért hozzájárultak a Jeruzsálemi templom újjáépítéséhez is. Az önálló zsidó állam később sem állt helyre. A perzsákat szétzúzó Nagy Sándor, és a római birodalom is fennhatóságot gyakorolt a terület fölött. Krisztus után 66-ban a rómaiak ellen zsidó nemzeti felkelés tört ki, de a lázadást a római légiók leverték, megtorlásul pedig 70-ben a Jeruzsálemi templomot földig rombolták. A napjainkra még megmaradt úgynevezett síratófal, ennek a templomnak a külső udvarát határolta nyugati irányból. Az eltelt évszázadok alatt a hódítók elől menekülő zsidók telepeket hoztak létre szerte a földközi tengerpart vidékén. Ezeket a más népekkel együtt élő, de környezetüktől vallási okokból elzárkozó zsidó közösségeket nevezzük diaszpórának. A róma ellenes felkelést követően a zsidóság között felerősödött a diaszpórába történő kivándorlás. A zsidóságnak csak több évszázaddal később sikerült visszatérni az őshazájába, ahol 1948-ban kikiáltották, a máig létező Izrael államot. A zsidóság vallásáról és korai történetéről a Héber Biblia a legfontosabb forrásunk. A három nagy részből álló szöveggyűjtemény középpontjában egy történet áll, mely Izrael népének felemelkedését és Istennel való kapcsolatát örökíti meg. Ennek legrégebbi része a Tóra, a Mózesnek tulajdonított öt könyv. A Tóra az emberiség egyetemes története, Izrael ősatjainak, vagyis a pátriárkák története mellett vallási szabályokat, Rituális szövegeket is tartalmaz. Kezdetben Jahve csak az izraeli törzsek istene, más népek isteneinek létét nem vonták kétségbe. Később azonban Isten fogalmuk egyetemessé, kizárólagossá vált. Jahve és a zsidóság között kölcsönös kapcsolat, szövetség van, amelynek alapja az Isteni törvény. A szabályok legfontosabb csoportja a Tíz Parancsolat, amelyet Jahve két kőtáblán nyújtott át Mózesnek. A vallási törvények szerint a zsidó nép nem ábrázolhatta Istenét, a nevét sem mondhatták ki, de minden hetedik napot neki szenteltek. Ez a nap a szabad, vagyis szombat, amikor csak vallási feladatokat lehetett végezni. A napjainkban általános felosztás szerint a vasárnap a hét záró napja, de az Ószövetség szerint ez az első nap a teremtés hetének kezdő napja volt. A zsidó vallás istenképe eltért a korabeli népek szemléletétől. Jahve a semmiből az akaratával teremtette a világot, láthatatlan, de mindenütt és mindig jelen van cselekedetei által. A törvényeket és a zsidő mindennapokat is áthatja a választottság tudata, az Istenhez való kötődés. Az első szövetségeket az ősatyák, a pátriárkák kötötték, de a nép újra meg újra eltávolodott a törvénytől, ezért azt újra meg újra meg kellett újítani. A hit helyreállítása érdekében léptek fel a proféták. Ők azt hirdették, hogy az elkövetett vétkek miatt bünteti Isten a zsidó népet, de eljön majd egy igazságos és békés kor, amelyet az Isten küldötte, a messiás fog elhozni. A megváltó Dávid király családjából származó diadalmas hadvezér lesz, aki népe élén legyőzi az ellenséges idegeneket és helyreállítja a zsidó államot. A zsidó hitéletben fontos szerepe volt a jeruzsálemi papságnak. Ők beavatottak voltak, ismerték a vallási titkokat és őrizték a kultikus tárgyakat. Ilyenek voltak például a szövetséget jelképező frigyláda, melyben Mózes két kőtábláját őrizték, az égő csipkebokrot idéző hétágú gyertyatartó a menóra, és a szent iratok a túra A papok feladata volt a hit tisztaságának megőrzése, és az áldozatok bemutatása is. A diaszpórába vándorló zsidóság életében a papok helyét az írástudó mesterek, a rabbik vették át. A gyülekezeti házak, a zsinagógák a világ minden táján Jeruzsálem irányába vannak tájolva, és a közös imák és felolvasások helyszínén szolgálnak. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. A videó leírásában extra gyakorlási lehetőséget is találsz az érettségéhez. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi ehhez a témához kapcsolódó érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel a csatornára, ahol hasonló és lényegre törő összefoglalókat találsz az egyetemes és magyar történelem legfontosabb érettségi témáiról. Jó munkát, sok sikert!